Egyre kevesebb a közfoglalkoztatott, jövőre pedig már csak 123 ezres létszámmal számol a kormány. Azért is csökken ez a szám évről évre, mert a cél, hogy egyre többen találjanak vissza az elsődleges munkaerőpiacra. Köszöntöm a stúdióban Román István Szabolcát Márbereg megyek kormány megbízottját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Honnan indult ez a szám akkor, amikor a közmunkaprogram elindult? 2010-ben, amikor a polgári kormány elkezdte a működését akkor az egyik legfontosabb probléma, amivel szembesült, hogy a munkanélküliség az óriási méreteket ölt, és romokban van a gazdaság, és akkor született meg az a javaslat ötlet, hogy a közfoglalkoztatást át kell olyan módon alakítani, hogy értékteremtő munkát végezzenek azok, akiknek egyelőre nincsen állása. Ez jóval nagyobb méreteket öntött, öltött 2010-ben. szatnál megyében például 61 ezeren dolgoztak közfoglalkoztatás, mert ez a szám 26 ezer. Tehát azóta eltelt 8-9 év, a magyar gazdaság megerősödött, azok a cégek, akik lehetőséget kaptak, azok bővültek, új munkahelyeket teremtettek, és a, ez a gazdaságnak ez a fajta erősödése, ez nagyon sok embernek valóban megteremtette a megélhetésnek a lehetőségét valamilyen piaci szférában lévő munkahelyen történő elhelyezkedéssel. Minden mellett azért nagyon sok anomália is felmerült akkor, amikor ez a rendszer beindult és működött. Több ágazat jelezte, hogy számára, vagy tőle elszívja a szükséges munkaerőt a közfoglalkoztatás. Zömmel önkormányzatok vállalták fel ezt a, ezt a fajta foglalkoztatást, tehát nagyon sok feszültséget kellett itt megoldania a kormánynak. azt gondolom, hogy az a kormányzati cél, amely a közfoglalkoztatás átszervezésekor meg lehet fogalmazva, vagyis hogy átmeneti megoldás biztosítson azok számára, akik nem tudnak elhelyezkedni a munkerőpiacon. Ez a kormányzati cél, ez megvalósult és megvalósul. Maga a helyzet nagyon sokat változott valóban közben, mert egyre több munkahely teremtődött meg itt szabolcs már Bereg megyében is. Ugye szabolcs már Bereg megyében 2010-ben 180 ezeren dolgoztak, mert ez a szám már 250 ezer. Itt elmondott számokból is látszik, hogy ezeknek a munkahelyeknek a nagy része az a munkaerőpiacon, a versenyszférában teremtődött. És valóban közben a rendszernek a folyamatos változása, a gazdasági helyzetnek a javulása, az folyamatosan azt igényli, hogy javítsuk azt a, Azokat a szabályozási környezetet, amiben működik, és a legutóbbi döntések is ezt a célt szolgálják, hogy még azokat, akik, akik képesek és alkalmasak arra, hogy a munkaerőpiacon elhelyezkedjenek, azokat ebben segítsük, és nyilvánvalóan nem csak őket segítjük ezzel, hanem azokat a cégeket is, akik viszont már szabolcs már megyében és a munkaerőhiányra panaszkodnak egyre többet. Milyen fajta együtt gondolkodás született itt a, ebben a folyamatban, és milyen programok mentén haladtak? a közfoglalkoztatás csökkentése irányában a közfoglalkoztatásnak az átalakítása, az több változást hozott magával. Ez egyik ilyen volt, hogy önkormányzatokkal együttműködve különböző mintaprojektek indultak, valamint egy nagyon fontos változás volt, hogy megjelentek a közfoglalkoztatásban azok az állami cégek, állami vállalatok, erdészeti gazdaságok, vízügyi gazgatóságok, ahol pedig a munkaerőre nagy szükség volt különböző feladatok ellátásában. Én azt gondolom, hogy ezen az első nagy bűvülésen egy néhány éve már túl vagyunk, és a gyakorlatilag a, a cél és a feladat az az, hogy hogyan tudjuk segíteni a közfoglalkoztatásban lévőket arra, hogy a megfelelő munkahelyet megtalálják. Én azt gondolom, hogy az elsősorban az állampolgárnak és munkáltatónak és munkavállalónak a közös egyessége, hogy azt a feltételrendszert, amit a munkáltató számára biztosítani kíván, azt elfogadja, illetve azt gondolom, hogy elsősorban ezen a két Szereplő műlik, viszont a kormányhivatalnak, akik a foglalkoztatási területet különböző formákban a támogatásokkal, illetve a közfoglalkoztatás rendszeren keresztül működtetjük nekünk meg az a feladatunk, hogy azt segítsük, hogy ezek az emberek egyre inkább egymásra találhassanak. Úgy tudom, hogy a mezőgazdaságban is próbáltak valamilyen megoldást találni arra, hogy, hogy az alkalmi munka az megfelelő módon tudjon működni. Sok panaszt hallottunk itt a televízióban is, hogy nem találnak idénymunkást a mezőgazdasági vállalkozások. Én azt gondolom, hogy a Szabolcs megyei gazdáknak az egy nagyon jogos igénye volt, hogy a, abban az időszakban, amikor például a szület van, idei munka van, akkor azokat az embereket, akik közfoglalkoztatásban dolgoznak, azoknak az embereknek is lehetőségük legyen mondjuk a mezőgazdaság idei munkában részt venni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, megyei szervezetével itt a megyében is több alkalommal találkoztunk és egyeztettünk erről, és tulajdonképpen ezeknek a beszélgetéseknek az az eredménye, hogy novemberben kijött egy kormányrendelet módosítás, ami a korábbiakhoz képest sokkal egyszerűbbé teszi a, közmunka, közfoglalkoztatásban résztvevőknek, hogy idénymunkában részt vessenek. Ezt támogatja. Méghozzá, ha valakinek közfoglalkoztatási szerződése van, de egy hónapban 14 napnál többet vállalja, hogy kimegy idénymunkában munkában napszámba, hogy így leegyszerűsítsük, akkor az utólagosan jogosult arra, hogy arra az időszakra, amikor kiesett a közfoglalkoztatásból, napi 2000 forint támogatásban részes az államtól, hogy így mondjam. Tehát én azt gondolom, hogy így sokkal motiváltabbak is az emberek. Ennek a gyümölcseit leginkább majd jövőre fogják érezni a megyei gazdák. Lesz nagyobb esélye lesz az, aki leszedi a zalmát, nagyobb esélye lesz az, aki, akit meg tudnak találni, hogy együtt dolgozhassanak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lépés volt, és amit rendkívül fontosnak tartok, hogy ez a, a megyei agrárkamarának és a, a megyei kormányhivatalnak egy közös ügye volt, amit sikerült. Elsősorban a kamarának, mint aki a problémát felvetette, de a mi szakmai támogatásunkkal sikerült megoldást találni rá, és egy jogszabályváltozást sikerült elérni. Jellemzően mely cégek tudták felszívni? ezt a mennyiségű munkaerőt, ami most a közfoglalkoztatottak létszámának csökkentésé vagy csökkenésében köszön vissza. Azok a cégek, akik közfoglalkoztatottként, közmunkásként alkalmaztak ilyen munkaerőt, bevállalták, hogy véglegesítik a munkaerőpiacon, vagy pedig egyéb cégek is beléptek hmm. itt képbe. A megyei vízügyi igazgatóság az egyik legjobb példája annak úgy hogyan válik a közfoglalkoztatottból e, állami e, alkalmazott, e, ugyanis e, nagyon, vagy több olyan kollégája van például a megyei vízügyi igazgatóságnak, aki valamikor közfoglalkoztatottként kezdte náluk, e, beiskolázták őt, e, elvégezte a, azt a tanfolyamot, amivel utána szakmai munkára is alkalmasabbá vált, és utána pedig munkát ajánlottak a számukra. De lehet más területeken is ilyen, lehet ilyen példákat mondani, de a gyakorlat az inkább az, hogy miután a közfoglalkoztatók az általában az önkormányzat és állami vállalatok, ugye a munkaerőpiacra mennek ki az emberek. A közfoglalkoztatási kiállítás, ami 74 önkormányzatnak a részvételővel zajlott szeptemberben, aki nagyon fontos tanulsága volt a polgármesterekkel beszélgetve. Ma elmondták, hogy a náluk is közfoglalkoztatásban lévő embereknek egy jelentős része az szivárog el tőlük, mert talál olyan munkahelyet, ahol sokkal jobban képes biztosítani a családjának a boldogulást és a közfoglalkoztatásból valóban átlép a munkaerőpiacra. Tehát az a cél, amit kitisztünk magunk elé, azért azt gondolom, hogy sok esetben teljesül. Ugye amellett, hogy az volt az elsődleges cél, hogy hasznosan töltsék azt az időt a közfoglalkoztatottak, amíg kvázi nem dolgoznak. Azért ebben az is óriási cél volt, hogy kicsit szocializálják a munkára azt a réteget, aki nem abban nőtt fel, hogy nap mint nap el kell járni dolgozni. Ebben mennyire látja sikeresnek ezt a programot? Én azt gondolom, hogy ilyen, ilyen hozadéka is van. Itt leginkább, akikre megint csak tudok hivatkozni, az a megyének a polgármesterei, ugye a közfoglalkoztatási programokon keresztül ők azok, akik nap mint nap ezekkel az emberekkel dolgoznak, és nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett ebben a tekintetben is, hogy, hogy olyan emberek, akik korábban nem voltak nem vettek részt ilyen típusú munkában, sem más típusú munkában. Azok azért folyamatosan kemény munkával, de folyamatosan egy részük folyamatosan hozzá tudott ahhoz szokni, hogy itt meg kell jelenni például időre is van feladat, amit el kell végezni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek egy ilyen egy olyan hozadéka is van. Számtalan jó példát hallottam már polgármesterekkel beszélgetve, hogy egy-egy embernek hogyan sikerült így az életének újra értelmet adni, célokat adni a számára, és közülük nem egy bizony már nem a közfoglalkoztatásban, hanem a versenyszférában dolgozik. Tud-e még ez a maradék közfoglalkoztatott létszám megfelelő merítést adni azoknak a cégeknek, akik munkaerőhiányjal küzdenek. Én azt gondolom, hogy ilyen tekintetben van még tartalék, bár a elég sok betöltetlen állása is van szabolcs szatmár -Bereg megyében. Nem gondolom, hogy ez kizárólag azért van, mert a közfoglalkoztatás nem engedi ki ezeket az embereket. Sőt, novemberben született egy olyan kormánydöntés is, ami támogatja azt anyagilag is, hogyha valaki egy közfoglalkoztatásban meglévő szerződéssel dolgozik, de a versenyszférában elhelyezkedik, akkor az FAT-nak megfelelő összeget, annak a dupláját kapja elhelyezkedési támogatásként, tehát anyagilag is ösztönözve vannak az emberek, hogy a munkaerőpiac irányába forduljanak, és egyébként a minimálbérnek a, a megnövelése is azt a célt szolgálta több minden más mellett, hogy az a zolló, ami a közfoglalkoztatási bér és a verseny között van, az tovább nyíljon. Tehát még inkább megérje azt a döntést meghozni, hogy el tudjon helyezkedni az ember. Nyilván a megyében nagyon sok, vagy nagy eltérések vannak a megye különböző területei. Vannak sajnos olyan része is a megyének, ahol nagyon komoly munkanélküliség van, és ez nem azért van, mert az emberek nem akarnak elmenni dolgozni, hanem azért, mert kevés a megfelelő munkahely, viszont ezzel együtt az is megjelent, a munkaerőhiány is megjelent, vagyis vannak olyan térségek a megyében, ahol pedig nagyon nehezen találják meg a cégek a megfelelő munkatársakat. Én azt gondolom, hogy ennek megfelelően nekünk is itt a megyében úgy kell szerveznünk a foglalkoztatásnak a támogatását, az ügyét, hogy még térségben éppen mire van szükség, ott tudjunk valamilyen segítséget nyújtani. A a foglalkoztatási főosztályon, illetve a járáshivatalok foglalkoztatási osztályon keresztül nagyon sok olyan programot folytat, amin keresztül támogatást tudunk adni a cégeknek is, hogy alkalmazzanak embereket. Kormány megbízott úr, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este. Köszönöm szépen én is.